Az elektroszmog és az egészség, ez az előadásomnak a témája, amelyet megpróbálok úgy előadni, próbáltam úgy feldolgozni, hogy a lehető legtöbb ember értse meg, és leszűrje számára azokat a fontos momentumokat, amiben tud tenni és akar is tenni annak érdekében, hogy ez az elektroszmog termelés, ez minél kevésbé érintse a szervezetet. Az emberi test elektromágnesesség alapján működik, töltésekkel rendelkező ionok kommunikációja, vagyis elektromosság hangolja össze a szervezetünk működési folyamatait. Ennek az egyik legszembetűnőbb példája, ezt valószínű mindenki már megtapasztalta és elfogadja, hogy az EKG-t, amikor készítenek rólunk egy EKG-t, az nem lehet más, mint hogy az elektromos áramokat, amit az agy és a szív közötti kapcsolatban működik, azt valamilyen módon detektálni tudják. De természetesen ettől sokkal bonyolultabb feladatokat is megold a szervezetben ez a kommunikáció, és ezek elektromágneses hullámok útján jönnek létre. Ezek a hullámok úgynevezett alacsony frekvenciás hullámok, majd később el fogom mondani, hogy minél nagyobb frekvenciára megyünk fölfelé, annál inkább vannak káros hatások. Tehát ebben a tartományban mozgó hullámok tulajdonképpen a természetben is megvannak, hiszen az ember az evolúció folyamán ugyanezen a Földön élt, és ugyanazok a behatások érték, amik azóta ugyan változtak, de alapjaiban mégsem változtak, mert ugyanúgy vannak viharok, földrengések, földsugárzás, gravitáció, ami az egyik legfontosabb, és amit mi a szervezetükön keresztül érzünk, ezek pedig a fronthatások. Tehát ezek mind-mind az emberi szervezetet befolyásolják, de mégis itt már ezt le kell szögezni, hogy ez nem elektroszmog, hiszen ezzel évszázadokon, évezredeken keresztül, ha nem évmilliókon keresztül az egész természettel szimbiózisban élt az ember. Ezek a behatások mindvégig jelen voltak az életében, következésképp ezek nem károsítják és nem is károsíthatják az emberi szervezetet. Persze azokat a triviális eseteket leszámítva, amikor egy villámcsapás vagy egy olyan gázos kitörés következik be egy vulkán esetében, amik teljesen extrémnek nevezhetők. Tehát nekünk tolgunk, mint elektroszmog, a mesterséges sugárzásokkal van dolgunk. Ezek a mesterséges sugárzások ellentétben, amit előtte mondtam, ezek nem voltak mindig az elektromosság felfedezését követően jelentek meg környezetünkben, amire nagyon sokáig ügyet sem vetettünk, és nem tudtunk tulajdonképpen a jelenlétéről. Hát persze azért nem tudtunk a jelenlétéről, mert nincs az emberi testnek olyan érzékszerve, ami ezeket a hullámokat valamilyen úton, módon detektálni tudná. Tehát ezek egyszerűen vannak, de mi semmit nem észlelünk belőle, nincsenek olyan receptoraink, amik ezeket föl tudnák térképezni. Az elektromos tulajdonképpen elektroszmog, ami egyébként szerintem egy rendkívül találó kifejezés, hiszen a smogot a levegőszennyezésből vettük át ebben az esetben, ami nagyon jó jelzi, hogy az minden csak nem jó, a smog. Következésképp az elektroszmogra is ugyanez van. Tehát nem egy elvon dologról van szó, nem valami hókusz-pókusz, nem hit kérdése, nem is valamiféle összeesküvés elmélet, amit most nagyon sok esetben hallogatunk, hanem az egyik alapvető fizikai kölcsönhatás. Az elektromágnesesség egy olyan fajtája, ami mindvégig a készülékekhez, azokhoz az eszközökhez és tárgyakhoz kötődik, amik ezt generálják. Tehát egy olyan hordozó anyag, ami töltéssel rendelkezik.
tehát a definícióját akarom elmondani, ami azért nem árt, mert azzal szépen körül lehet határolni, hogy hova is helyezzük el ezt. Tehát szaknyelven szólva, az elektroszmog nem kívánt helyen lévő elektromos és mágneses terek, valamint elektromágneses sugárzások összessége. Tehát minden olyan, ami a környezetünkben van, és nem hasznos célra jön létre. Az elektroszmog károsan hat a sejtkommunikációra, megzavarja az agyműködésünket, hatással van a bioritmusunkra, a menatolin szintre, az immunrendszerre, és van egy jelentős hatása bizonyos frekvenciákon. Tehát ez egy zavaró repülés, hogy úgy mondjam, az életünkben, és próbálok egy hasonlattal élni, hogyha mi egy hangversenyteremben éppen Mozart kiséi zenéjét szeretnénk hallani, és megpróbálunk minden rezdülésére odafigyelni, a szép intonációkra, és közben az ablakon keresztül egy mentősivit, egy légkalapáccsal dolgoznak, hangosan beszélő emberek egymással veszekednek, ezek zavarások, zavarják azt az élvezetet. Ugyanígy van ez is, hogy miközben egy távvezeték szállítja az energiát részünkre, sugárzást bocsájt ki, amikor mi egy mobiltelefont használunk, és a beszédre használjuk, és kommunikációt hajtunk végre, mellékesen olyan sugárzást ér bennünket, amit nem kértünk. Tehát ezek mind-mind befolyásolják a szervezetünket. De már most le kell szögezni, hogy ezekben döntő, hogy mennyi ideig hat, milyen nagyságban, és hány van belőle. Mert ezek mind utána összeadódhatnak. Tehát ezek azok a tényezők, amiket a számbavételénél és a különféle vizsgálatoknál mindenképpen figyelembe kell venni. No most természetesen aztán, ahogy az elektronikus készülékek és az eszközök fejlődtek, ez az elektroszmog mindinkább körülvesz minket, és gyakorlatilag ma már a nap 24 órájában, függetlenül attól, hogy otthon tartózkodunk, a munkahelyünkön, vagy utazunk, az elektromos szmog ott van körülöttünk, és minden berendezés által kibocsájtott elektromos mezőről beszélünk. Ez a bizonyos szmogot mindaddig nem veszük tudomásul, míg nem érezzük életünkre, egészségi állapotunkra kifejezett rossz hatással, attól, hogy láthatatlan, igen komoly károkat okozhat a szervezetünkben, betegségeket generálva, immunrendszerünket gyengítve, nyugtalan, álmatlan éjszakákat okozhat. Nos, ezzel már be is indítottuk azt a részét, hogy milyen hatásai vannak az elektroszmognak. Mivel az elektroszmog gyakorlatilag a sejtkommunikációba avatkozik be, ott okoznak bizonyos zavarokat, ezért ezen az ábrán itt jól lehet látni, hogy a bioritmust, a melatonin szint csökkenés és a immunrendszert károsítja elsősorban. Ez a melatonin szint, ez gyakorlatilag az ébrenlét és az alvás szabályozásában van szerepe, és hát nem nehéz elképzelni, hogyha ebbe zavarok keletkeznek, akkor minden bizonnyal fölborulhat ez az egyensúly, fáradékonyak leszünk, nyűgösek leszünk, a terhelhetőségünk csökken, az immunrendszerünk esetleg károsodhat, a viselkedési formáink megváltozhatnak, akár még depressziósak is lehetünk, és hát mivel ehhez közel állunk, ehhez a mi szervezetünk, akár rákot is okozhat, természetesen nem közvetlenül, ezt nagyon fontos lenne kihangsúlyozni, hanem különféle áttételeken, más betegségek kapcsán. Hát mik a leggyakoribb szmog források? Gyakorlatilag minden, ami elektromossággal működik. De mégis ezen a képen itt jól lehet látni a piktogramokból,
hogy a leginkább az elektromos távvezetékek, a nagy teljesítményű transzformátorok, a különféle rádiókommunikációs eszközök, beleértve a mobil szolgáltatókat, maga a mobiltelefon a wifi hálózatával együtt, és hát a számítógépek, a PC-k. Ezek azok, amik leginkább ezeket a smogforrások lehetnek. Hát a hálózat és a készülékszám az gyakorlatilag nőttön nő. A mobiltelefonok és a wifi szinte viharos gyorsasággal terjedt el a Földön, és ma már a legeldugottabb afrikai falvakban is mobiltelefonnal kommunikálnak, és mindenhová eljutott, a használati ideje és az egyre nagyobb sáv indokolja azt, hogy ezt különösen figyeljünk oda, mert ennek az előretörése sokszor mások rovására is gyakorlatilag a mai korunkban folyamatos. Itt szeretném megjegyezni, hogy például azért, hogy még nagyobb ellátottságot lehessen elérni mobiltelefonban, a televíziós sáv frekvenciáiból adtak át a mobil szolgáltatóknak azért, hogy még jobban bővítessék ezt a területet. Nos, hát ezek után dőreség lenne arra gondolni, hogy ez a smog, hát ez már egyszer meg fog szűnni, vagy esetleg le fog csökkenni. Hát ilyen szempontból mindenképpen rossz hírem van, mert egy ilyen mobil nélküli világ az ma már elképzelhetetlen. Következésképp ezen a területen nem számolhatunk valamilyen csökkenéssel. Van egy másik nagy terület, ami smog termelő, hogy úgy mondjam, az pedig a mikrohullámú sütő. Nem véletlenül emeltem ki ezt a számos készülék közül, ugyanis ez az egyik legnagyobb teljesítményű készülék, ami a háztartásokban van. Ezek két és fél kilovattos készülékek, ami azt jelenti, hogy 2000 watt dübörög ebben a készülékben, és mivel ez mikrohullámmal működik, a mikrohullámok kiszökése már jelentős hőhatással is jár, hiszen azért használjuk melegítésre, mert hőhatással jár ezen a frekvencián való munkálkodás. Nem nehéz elképzelni, hogyha nagyon sokáig dörzsölik a kezünket, akkor előbb-utóbb fölmelegszik. Hát a nagy frekvenciával is így vagyunk, hogy az a nagy frekvencia azokat a molekulákat, amit betettünk a mikrohullámú sütőbe, ilyen nagy rezgésnek teszik ki, következésképp felmelegszenek. Tehát a bővülő használat és a nagy kisugárzási veszély miatt ez egy kiemelt feladat kell lenni mindenképpen, hogy ennek a minőségére és ennek a lokalizálására gondot fordítsunk. A technika és az elektronika folyamatos fejlődésével ezek a zavarforrások egyre csak nőnek és nőnek. Hát ugye most hallunk az úgynevezett 5G hálózat kiépítéséről, ami nem kevesebb, mint meg 5-szörözi, 10-szörözi majd a mobil állomások számát. Mostanáig is az épületeink tetején, a tornyokon hatalmas antennák helyezkednek el, amik biztosítják az összekötetést a telefonközpont és a fogyasztó között. Ezek továbbra is csak növekedni fognak. Tehát egy elektroszmogmentes világ az egy utópia. Ráadásul valljuk be őszintén, hogy a fejlődést nem lehet korlátozni olyan okok miatt, amit úgy Isten igazából nem is tudunk bebizonyítani, hogy közvetlenül károsan befolyásolja a szervezetünket, hanem csak más tünetekkel együtt lehet arra következtetni, hogy bizony a elektroszmog is közrejátszott ennek. Tehát a mai világban
kibocsátót arra rávenni, hogy fogja vissza a termelését, hogy ilyen berendezéseket többet ne hozzanak létre, hát ez több mint naivitás. És ezek az eszközök ma már nem csak hogy a használati eszközök, hanem már többetnél úgynevezett trendi eszközök, mert hát kimondaná azt, hogy hát holnaptól ne használjunk mobiltelefont, mert hát ez borzasztó, mert egyre több az elektroszmog. Tehát ezt a valódi csökkenést, ezt nem lehet elvárni, ez a fejlődés gátja lenne, és valljuk be őszintén, a gyártó, az ipari lobby se ebben az irányban mozog. Tehát valójában nem kívánom dramatizálni, de gyakorlatilag, ahogy mondani szokás, ez csak az embernek volna fontos, mint individumnak, és a testének volna szüksége arra, hogy ezt alább hagyjon, de ennek az elvárása, ez pillanatilag naivitás. Hát ezek után azért mi a jó hír? Hát az egyik az, hogy azért próbáljuk kordában tartani, számtalan meg egy korlátozó intézkedés, szabványok, különféle mérési eljárások, ellenőrző szervezetek, műszerek jöttek létre annak érdekében, hogy minél inkább feltérképezzük, beazonosítjuk, ha lehetőség van rá, csökkentjük, és ezek a normákkal ma már együtt élünk, ma már nem lehet forgalombékészüléket csak ennek a vizsgálatainak alapján. Bizonyos közegekben, bizonyos helyeken már nem lehet ilyen készülékeket csak így, csak úgy, csak amúgy használni, különféle feltételekkel, és itt kell megemlítenem elsősorban a gyerekeket. A gyerekek védelmében számos olyan intézkedés hoztak már a mobiltelefon használattal kapcsolatban is, meg óvodákban, bölcsödékben, egészségügyi intézményekben korlátozzák ezeket, és olyan új formák és szabályokat alkotunk, amik azért mégiscsak ennek a csökkentés vagy kordában tartásának az irányában hajtanak. És hát Magyarországon ennek a védelmező hatósága, röviden az NMHH, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, ennek a feladata többek között ennek az elektroszmognak is a kezelése, ellenőrzése, felügyelése. Ez is egy folyamatosan szigorú felügyelet, és amit létrehoztak, egy nagyon fontos, mindjárt meg is nézem itt, egy olyan programot, aminél egy olyan monitoring rendszerrel figyelik ennek az elektroszmognak a jelenlétét, amit utána kiértékelés formájában tulajdonképpen bárki hasznosítani tudja. Létrehoztak egy olyan szolgálatot, ami bejelentésre ki tud menni, sőt, akik bejelentik, hogy ilyen veszélyt éreznek, mikrohullámú berendezés, vagy alatta laknak egy nagy távvezetéknek, vagy mobilállomás van a tetőjükön, és ők úgy érzik, hogy azóta ilyen rossz, meg olyan rossz a közérzetük, akkor van egy készülék, amit ki tudnak vinni, és folyamatosan méri az elektroszmog mértékét, és stávjelzéssel beküldi a központba, és ezt ott kiértékelik, és egzakt választ tudnak adni, ami fizikálisan és méréstechnikailag minden szépen, mindenképpen megáll. Nos, hát ami a mobil használattal kapcsolatos. Néhány jó tanács és megfontolás, amit nem árt közkincsé tenni, részben az eddigi tapasztalatok, részben pedig a készülékből eredően. Az egyik a mobil használat, a wifi használat, a mikro használat és az áramtalanítás. Ezeket a területeket néztem át. A mobiltelefonról
ha beszélünk, akkor ez az egyetlen olyan készülék, ahol a konkrét zavarforrást a fejünkhöz szorítunk. Tehát ettől már közelebb nem tudjuk tenni a zavarforrást, mint hogy a fülünkre tesszük. Ezért azt kell, hogy mondjam, hogy ezt az időintervallumot kell lecsökkenteni, mert ha már úgy tudunk telefonálni, csak hogy a fülünkhöz tesszük ezt a zavarforrást, ami összekötetést biztosít a torony és közöttem, és nem nehéz elképzelni, hogy ez a kis készülék azzal a kis elemmel olyan energiát kell, hogy kisugározzon, hogy azt a torony tudja venni, és onnan, mert onnan idefelé könnyebb, mert ott egy hálózati berendezés működik, de itt egy kis elemről kell működni ennek, olyan vattitással, ami a tornyot látja. Tehát ha csak lehet, most már a kihangosítóval nagyon gyakran így látjuk közlekedni az embereket, ennek az egyik oka az, hogy valaki már figyelmeztette őket, hogy ne tegyék sokat a fülükre. A másik, hogy használhatunk fülhallgatót, úgynevezett headsetet, és akkor tulajdonképpen ezt a kényelmetlenséget ki tudjuk küszöbölni. A másik, hogy alvás közben még stand-by, készenléti állapotban se tegyük a fülünk mellé, vagy közvetlenül az ágyunk mellé, minimum 1 méter távolságra tegyük ezt a mobil készüléket. Itt két képet még mutatok, az egyik azt mutatja, hogy ma már a legjellemzőbb az, hogy valakinek az asztalán van egy mobiltelefon, a fülén a fülhallgató, és az okostelefont irányítatva végzi a dolgát vele. Hát a másik kép, az egy kicsit elrettentő kép, mutatja azt az imádatot, azt a különleges helyét a mai társadalmunkban a mobiltelefonnak, hogy ma már a síremléket is egy iPhone készülék formájában kívánja valaki, és ez mutatja, hogy egy különleges szerepe van ma a világunkban a mobiltelefonnak. A Wi-Fi-ről. A Wi-Fi tulajdonképpen azt hívta életre, hogy a különböző internetes készülékek, amik addig kábeles megtáplálással működtek, tehát minden egyes készülékbe kábelen érkezett be az internet, ezt már nehezen viselte az a számos készülék, ami hordozható, hogy a hordozhatóságát gyakorlatilag korlátozta. Ezért egy ilyen digitális eszközt ittatnak közbe, ami a bejövő kábeles jelet szétossza, és gyakorlatilag a környezetében bárhol vezeték nélküli internet kapcsolatot tud ezzel létesíteni. Hát igen ám, csak hogy ezzel számos olyan új probléma jelentkezett, hogy ez az elektroszmog gyakorlatilag a nap 24 órájában ott lüktet a lakásunkban, amennyiben nem kapcsoljuk ki. És bizony ebben a lakásban vannak gyerekek, vannak betegek, ad abszurd felnőttek, és a nap 24 órájában, vagy amennyit ott tartózkodnak, kénytelenek ezt a sugárzást elviselni. Épp ezért az a javaslat és az a tanácsos, még a szakemberek részéről is, hogy a gondos helykiválasztáson kívül, ami többnyire a lakás kellős közepe, hogy mindenütt egyformán mehessen, az ágy mellett semmiképpen ne legyenek ilyen készülékek, alvás közben semmiképpen, és nyugodtan ki lehet kapcsolni, amikor nincs rá szükség. Már pedig éjszaka, amikor alszunk, nincs semmi szükség a wifire. Nem kell, hogy azok működjenek, különösen nem a gyerekszobánban. Ezért a képeken is ezt mutattam be, hogy se az éjszekirényen, se pedig a gyerekszoba környékén semmi keresni valója egy wifi berendezésnek. A mikrosütővel kapcsolatban, amint említettem, ez egy másik nagy ilyen forrás. Először is alaposan válasszuk ki a típust. Csak jó és nem éppen a leges, legolcsóbb berendezést érdemes kiválasztani,
jól záródó ajtaja legyen, ez nagyon fontos, és jól tisztítható legyen, és lehetőleg ne legyen túl bonyolult, mert a kezelésének a hiányosságai után arra vezetnek, hogy többet megy, mint amennyit kellene. Nagyon fontos, hogy az ajtó jó záródjon, és semmi esetre sem legyünk a közelébe, amikor úgy mondjam, dolgozik. Újra szeretném mondani, hogy egy 2 kW-os készülékről van szó. Ez 2000 watt, és az gyakorlatilag 100%-ban sugárzás formájában van jelen ott a készülékbe. Természetesen valami szivárgása így is van, pont ezért tartjuk veszélyesnek. Az áramtalanítás, illetve a földelés árnyékolás témáját szeretném még itt említeni. A villamos hálózat még a falban is tulajdonképpen zavarforrás, meg olyan erőtereket hoz létre, ami csak a fogyasztással függ össze. Tehát ha egy konnektorba egy 2000 wattos villanyradiátor van bekötve, akkor annak megfelelő áram folyik a falba, és annak a környezetében még nagyobb fluxus keletkezik. Tehát gyakorlatilag ez sem veszélytelen tartósan, hogyha egy ilyen villamos fűtés mellett a sarokba van a fejünk, mondjuk alvás közben. Tehát ez is egy nagyon fontos. És itt szeretném megemlíteni, hogy a földelésnek a jelentősége milyen nagy. Ugyanis azt már említettem, hogy ha ki van kapcsolva egy ilyen zavarforrást, akkor az nem árt, de ha le van árnyékolva, és egy fémdobozba van, és az a fémdoboz le van földelve, akkor a túlnyomó részét ennek a zavarforrásnak tulajdonképpen leárnyékoltuk, így is mondjuk szaknyelven, ami azt jelenti, hogy nem zavar, nem sugároz. Tehát ezek után azt kell, hogy mondjam, hogy ha összefoglalnám, mindenképpen a kezünkben van a kulcs, hogy hogyan tudjuk ezt csökkenteni. Tudomásul kell vennünk, hogy ez nem szüntethető meg, az élet, a fejlődés, a műszaki élet velejárója, de rajtunk múlik, hogy tudjuk, és milyen körülmények között tudjuk kordában tartani. És hát ezek után csak annyit tudok mondani, hogy az élet szép, te néked magyarázzam. Köszönöm a figyelmet!